Hey ho, Gire TV! Kö bemunkot ne legyen hiszti. Élő adás, utazós, megmondós. Hát a téma rendkívüli. 1998-ban megalakul a Google, vagy Google cég, amely aztán, ami létrehoz egy kereső oldalt. Ingyen kiraknak egy kereső oldalt, egy fehér alappal, egy kis kereső ablakkal beírtad, mit keresel, és kidobtad neked találatokat. A céljuk az volt, hogy az egész világ adattartalmát beszippantsák, és visszaadják az embereknek rendszerezetten. Ez ugye akkor elindult, 2004-ben hirtelen ingyen szolgáltatnak egy úgynevezett Gmail nevezetű levelező rendszer. Nem csak ők, de ők voltak az elsők, megjelent a Freemail, meg egyéb Hotmail, stb. Szolgáltatások. De fölmerül egy kérdés, hogy miért adja ingyen? Hát ezek pénzbe kell üzemeltetni, kell a számítógépet, a rendszert tárolni kell, és örökre ingyen, azt mondják. Ugye a jó vidéki okos parasztgyerek azt mondja, hogy miért jó ez? Ugyanígy volt a Mészáros Feri barátom, aki 2007-2008 körül ugye frissen lettünk uniósok, és hát neki is a fejébe megfordult a kérdés, hogy az unió miért ad pénzt útépítésre? Miért? Miért kell utat építeni? Az unió miért ad pénzt utat építeni? Miért fejlesztjük az országokat? Hát az okos parasztgyerek, vagy a hülye parasztgyerek mindennek keres az okát, és ő tudta is, hogy mi az ok. El is mondta nekem. De én nem egy tanult srác. Azt mondta, hogy Ferikém, ezek nem hülyék. Följavítják az utat, behordják ide nekünk a Lidlibe, az Osánba, a sok szemetet. Vám, áfa, nélkül. Lerakják az ő szarjukat a mi polcainkra, és mi megesszük, és olcsóbban, mint a magyar áru. És ugye természetesen ugye a magyar nem hazaszerető, vagy ritka kivétel, ezért mi hol vásárolunk? Lidli. Hova megy a lóvé? Ki az országból. Érjünk vissza! Kérdés, hogy miért kell